Az eddigi adatok szerint több mint 95 millióan éltek az előzetes szavazás lehetőségével levélben vagy személyesen, ami több mint 70%-a a 2016-os részvételnek. Trump gazdag üzletemberként és kirívó média személyiségként vált ismerté, de csak később lépett politikai pályára. 2016-os választáson elnökjelöltként indult a republikánus párt színeiben, 2017 óta pedig az Amerikai Egyesült Államok elnöke. Elnöksége első hónapjaiban visszavonta Barack Obama korábbi elnök több intézkedését is. Ellenfele Joe Biden az USA 47. alelnöke volt Obama elnöksége alatt. 1972-ben választották meg először szenátorrá. Az évek során 6-szor választották újra, mielőtt 2009-ben le nem mondott pár nappal alelnöki beiktatása előtt. Biden volt az első római katolikus amerikai alelnök. Az amerikai elnökválasztási rendszerben nem az győz, akire többen szavaznak, hanem aki az 538 elektori voks közül legalább 270-et megszerez. Az elnökválasztási kampány során mind Trump, mind Biden elsősorban a gazdaságra, az egészségügy reformjára és a koronavírus járvány kezelésére vonatkozó javaslatokkal próbálta megnyerni a szavazókat. A járvány alapvetően meghatározta a választói hangulatot, ugyanis több mint 9 millió amerikainál, köztük az elnöknél is diagnosztizálták a fertőzést, és a vírus következtében kialakuló COVID-19 betegségbe és szövődményeibe több mint 230 ezer ember halt bele. Újra választják továbbá a szövetségi törvényhozás, a kongresszus alsóházát, a 435 tagú képviselőházat és a felsőházat, a 100 tagú szenátus egyharmadát, valamint egyes szövetségi államokban a helyi törvényhozás tagjairól és a kormányzó személyéről is döntenek. A legtöbb államban helyi idő szerint reggel 6-kor nyitottak a szavazóhelyiségek, Vermontban már hajnali 5-től lehetett voksolni. New York államban és Észak-Dakotában este 9-kor zárják le a szavazást.